Na sziasztok, üdvözlök minden kedves nézőt, Érics vagyok, és még gyorsan mielőtt belekezdenénk, el szeretném mondani, hogy ugye lesz egy skin nyereményjáték, a jelentkezéshez nem kell más tennetek, mintha még nem tettétek volna feliratkozni a YouTube csatornámra, illetve beírni a Support Creator kódomat, ami nem más, mint kisbetűvel Alles, kötőjel Richard, ezt lefotózzátok, és ezt a képernyőt valahogy lefényképezitek, hogy ahogy ott látszódon, hogy jobb fent be van írva, és ezt elkülditek nekem Facebookon. Na csőcsös srácok, a mai napon egy nagyon-nagyon érdekes challenge-et hoztam el nektek. Külföldön láttam ezt az ötletet, pontosan már sajnos nem tudom, hogy kinél. A lényege az a, skacok, hogy ugye solo game-eket fogunk menni, és minden egyes kill után lejjebb veszük az FPS számot. Tehát ugye folyamatosan nehezedni fog a játék. 240-ről fogunk ugye kezdeni, aztán ugye 200, 180, 165, utána a 165-ről leugrunk 144-re, 120, 60 és a végén 30, és ugye ennél lejjebb már nem tudunk menni. Úgyhogy így fog ez menni, skacok, remélem, hogy tetszeni fog nektek, illetve remélem, hogy sok killt tudunk majd ugye szerezni, és minél nehezebb lesz a challenge. Úgyhogy jó szorkozás, skacok, mindenkinek már most, hogyha esetleg szeretnétek még hasonló challenge-eket, egy lájkot nagyon-nagyon megköszönök, úgyhogy vágjunk is bele az első game-be. Na, benne is vagyunk, skacok, a game-be, nyomjuk neki. Annyit még el szeretnék mondani, hogy ugye tudhatjátok, hogy én eddig nyújtott képernyőben játszottam, viszont most visszaálltam, skacok, ugye sima 16-9-re. Ez tegnap történt, szóval még nagyon-nagyon bot vagyok, úgyhogy lehetséges, hogy nem leszek a lehető legjobb, ezért légy szíves, ne bántsatok, mert az rosszul esne nekem, de bele fogok adni minden tőlem telhetőt, hogy azért tényleg sok killes gémeket tudjunk itt produkálni. Nem ígérem, hogy ilyen 10-20-30 killes meccsek lesznek, de egy olyan 5-5 minimum össze kéne szedni minden körbe. Aha, hát ez nagyon jó. Ó, meg is tett az első kill, skacok, valahogy. Mindjárt le is veszem az FPS számot, skacok, csak közben bandage-elünk. Köszönöm a feliratkozást, valaki feliratkozott. Jó. Hú, azért ez így csisszes volt. Maradt, nagyon-nagyon kevés HP-ig maradt, de szerencsére nem volt a legjobb játékos, észre se vette, hogy leugrottunk. Úgy meg is lett az első kill. Valaki itt van, rápusolunk. Megpróbálok rámenni, skacok. Oh, 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 oh. Á, de már! Hogyan talált el, skacok? Hol lőtt el a golyót? Nem is lehetett látni, azt hittem, hogy nem lát rám. Na mindegy, GG. Tudjátok mit? Van egy nagyon jó ötletem. Ugye nem minden körbe kezdjük előről, hanem most ugye egyet szereztünk, és marad 200-on, és innen fog lefele menni, skacok. Tehát nem nullázódik, tehát nem megy vissza minden kör előtt az FPS-en maxra. Durranjon egy Pleasant Park! Jön fel egy gyerek a lépcsőn. Nem. Meghalt. Nice. Meg is van, skacok, a kill, úgyhogy gyorsan lejjebb is veszik az FPS-t, nem a challenge-eknél, Ricsi, mit csinálsz? Így. Most már csak 180 FPS-ünk van. Itt van, reméljük, a következő áldozat. Jó, valószínű. Nem igaz, srácok. Hát immáron most már 180 FPS-sel próbálunk meg skacok játszani, ami még mindig nagyon sok.
Szóval még elég sok killt kéne szereznünk ahhoz, hogy ez tényleg kihívás legyen, úgyhogy durranjunk be Szoltiba, az a biztos jön bőven ellenfél. Hú, na jó. Micsoda killt szereztünk, skacok. Nagyon jó, nagyon jó, na végre. Végre összett egy kill, úgyhogy korlátozzuk is le az FPS-t. Nem kapta. Jaj, GG, te jó ég, hogy ránk futott. Á, még nagyon meg kell szoknom ezt a felbontást. Na jöjjön, skacok, a sokadik meccs, próbáljuk meg streetit. Eddig elég szenvedős és egy killnél nem jutottuk tovább, de nem baj. Egyre megyünk lejjebb és egyre nehezebb lesz. Egyre jobban ki fogtok égni rajtam, úgyhogy nézzük a pozitív oldalát, legalább nektek egyre élvezetesebb lesz. Ne, belopta. Mi? Nice, meg is van a kövi kills, kacok. Hú. Nem értem, hogy miért nem lőtt lánk. GG. Mehet is lesz 140-re az FPS mindjárt. Ó, GG. A P90-re nem számított a bolont, hogy előkapjuk. Nice, mehet lesz 120-ra. Micsoda? Mi? Srácok, hogy hol volt? De ez mi volt? A semmiből lőtt le a pali. Na jó, ezt nem vágtam, én még most se vágom, hogy honnan lőtt le, de GG. Na jöjjön a következő mérkőzés, az előbb a sweet bejött, úgyhogy megyünk még egyet oda. Az nagyon jó, tört a shield. Gyors nyomunk egy medkitet. GG! Nice, meg is lett a következő kills, kacok. Húha, most már mehet le 60-ra. Na jó, ez most már így nehéz lesz. Vagyis hát még nem annyira, de majd 30-nás, kacok. De kezd izgalmas lenni a kihívás. Végre elértünk oda, hogy ez most már kezd kihívás lenni. Nem lehetett kiszámolni. Oh, ne, egy lövés volt, meg is halt. Hát akkor menjen le 60-ra, és most jön az igazi challenge. Vagy 30-ra. Azt a mindenit neki. Na most nagyon laggolunk, skacok. Hát, ez szörnyű. Az a challenge, hogy így kell ölni egyet, jó? Az beadhatta volna pedig. Ne. Ajaj. Nem látom, hogy mi történik. Úristen, srácok. Ketten voltak rajtunk, nem láttam, hogy mi történik. Nem látok semmit. Jó, megvan, skacog a küldetés. Kifogytunk amóból, de megvan. Istenem, de nyögben erősen ment ez, skacog. Annyira rossz így játszani. Átérzem azokat, akiknek ilyen nagyon gyengű gépek van, skacog. GG. Jó, skacok, de meglett a challenge.
Viszont én szeretném nektek megköszönni a figyelmet, hogyha tetszett nektek ez a videó, nem sikerültek annyira legjobban a killek, de a következő ilyen challenge-es videóra, skacok, már bele fogok jönni a játékba remélhetőleg. Úgyhogy köszönöm szépen nektek a figyelmet, gondoljátok ti is próbáljátok meg ezt a challenge-et, de további szép napot mindenkinek, még egyszer köszi a figyelmet, sziasztok!